Az Alfa Kartell szakszervezeti tömb több vidéki, szerényebb megmozdulás után csütörtökön a fővárosba hívta tüntetni tagjait és szimpatizánsait. A megmozdulás a menetelés, az elszegényedés ellen nevet viselte, és a résztvevők több az életszínvonal megtartására irányuló követelést fogalmaztak meg. Ezrek gyűltek össze az ország minden régiójából a fővárosi kormánypalota előtt, hogy együtt induljanak az elszegényedés elleni menetelésre. A tüntetők az elszabadult energiaárak és a hirtelen növekvő infláció hatásainak mérséklésére irányuló, nagyon széles rétegeket érintő intézkedéseket követeltek. Az inflációs rátát meghaladó bér- és nyugdíjemelést, valamint az energiaárak kontrollját. Nu ne-am propus să dăm guvernul jos astăzi, că aduceam mult mai mulți, ci scopul este numai să atenționăm asupra unei obligații morale și faptice că guvernanții parlamentari, în conjunctura actuală, trebuie mai repede să ia niște decizii. Dacă nu sunt în stare legate de acest lucru, ori discută cu partenerii sociale, ori își dau demisia, pentru că este anormal să intrăm într-o criză energetică care nu e recunoscută și nici rezolvată și să lăsăm speculatorii să câștige pe pielea cetățenilor, dar și a companiilor, nenumărați bani. Unii spun că au câștigat bani în aceste 6 luni de zile, cât pentru 10 ani de acum înainte. Scopul sindicatului și a sindicalismului e, pe de o parte, să atragă atenția asupra priorităților, să atragă atenția asupra derapajelor și a faptului că dacă deciziile nu sunt luate în sensul așteptat, se poate schimba roata, nu neapărat o nouă revoluție, deși poate ar fi bine, dar înseamnă în același timp căderea guvernelor sau schimbarea conducerilor politice. A szakszervezeti tömbvezetője javaslatot is megfogalmazott arra vonatkozóan, hogy miként lehetne az energiaárakat féken tartani, és az energetikai vészhelyzet kihirdetését szorgalmazta, amely lehetővé tenné az állami szinten megszabott ársapkák bevezetését a hazai energiapiacon. Most az állami beavatkozásokat, azokat mindig nagyon meg kell gondolni, hogy milyen esetben milyen jellegű eszközei vannak az államnak beavatkozni. Itt, hogyha az európai gyakorlatot nézzük, azt látjuk, hogy nagyon sok ország másképpen közelítette meg ezt a problémát. Voltak, akik ársapkákat vezettek be, akik mondjuk az energiaszámlák esetében kompenzálják egy részét a fogyasztásnak. Románia is ezt tette különben. Vannak olyan államok, amelyek mondjuk áfát csökkentettek különböző termékek esetében. Itt mindig félő az, hogy egy esetleges áfacsökkentés az oda vezette, hogy mondjuk az üzemanyagárnak az ára a benzinkutaknál az tényleg lesökken, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy nem ez történik. Egész egyszerűen az ár ugyanott marad, mint ahol volt. Az állam elesik egy jövedelemtől, és a kereskedők gyakorlatilag megnyerik azt az áfacsökkentést, tehát nem vezet oda, hogy az ember olcsóbban tud üzemanyagot vásárolni. Vannak olyan gyakorlatok, európai uniós gyakorlatok, ahol direkt transzfereket, tehát a sebezhető kategóriáknak a direkt transzferek formájába a pénzbeli segítséget nyújtanak. Románia ezeknek a gyakorlatoknak mint egy ilyen mixét használta, és megpróbált Románia is igen hatékonyan fellépni azoknak a védelmébe, akik rászorulnak ezekben a nehéz helyzetekben. Én úgy gondolom, hogy szükségállapot bevezetésére nincsenek meg a értelemszerűen a kellő feltételek, ezt a törvény szabályozza, hogy milyen esetekben lehet ezt az intézkedést bevezetni. Úgy gondolom, hogy nem vagyunk még ott, hogy ez indokolt lenne. Ami a nyugdíjemeléseket illeti, a kormánykoalíció, a parlament, sőt az államfő is támogatja az intézkedést. Ugyanakkor, ha nem is általános béremelést, a minimálbér növelését is tervezik, csak nem a szakszervezetek által követelt mértékben. Én
időszakosan bevezethető, tehát időszakosan bevezetésre kerülő intézkedéseket támogatok minden ilyen esetben, és nem tartom helyesnek azt, hogy hosszú távú általános érvényű megoldásokkal jöjjünk a helyzet kezelésére, hiszen ez a helyzet reményeik szerint ez egy rövid távú, esetleg rövidebb középtávú helyzet, amire nem lehet általános érvényű megoldásokkal jönni. A következésképpen továbbra is fontosnak tartom a pénz vásárlóerejének a megtartását, ezért például a nyugdíjasok esetében szükségszerű lesz egy 10%, 10-11% körüli nyugdíjemelés, amivel nem érünk el egyebet, csak valamilyen szinten a szerény nyugdíj vásárlóerejének az értékét gyakorlatilag megvédjük, és szükségszerűnek tartom továbbra azt, hogy a társadalom peremén élő kategóriák, az alacsony keresetűek, a több gyerekes családok esetében olyan intézkedésekkel jöjjünk, amivel ezt az időszakosan érezhető nagy terhet, például az energiaszámlák esetében, ezt enyhíteni tudjuk, hiszen ilyen esetben ezeknek a társadalmi kategóriáknak a válláról, tehát az anyagi tehernek egy részét az állam át kell vállalja, mert ellenkező esetben ezt a hatalmas nagy terhet, ezek a sérülékeny kategóriák nem fogják egyedül tudni elvinni, elhordani. A fővárosban tüntető több ezer szakszervezet is követelései között szerepelt két több éve elfogadott törvénynek az alkalmazása. Az egyik, amely 2017-ben lépett érvénybe, a közszférában dolgozók bérének fokozatos emelését írja elő, míg a másik 2020-as törvény a vasutasok jogállására vonatkozik, és mindmáig egyiket sem alkalmazták. Itt az elmúlt éveket, hogyha elemezzük egy picit pénzügyi szempontból, akkor azt látjuk, hogy a 2020-as, 21-es, 22-es év hatalmas anyagi ráfordítás jelentett az állam kassza számára. 2020-ban a Covid évet kellett kezelni, és a költségvetési hiány el is szállt 9% fölé, és ugyanez van most 2021-ben és 22-ben, amikor, ha nem a koronavírust, akkor egyebet, hát jelen esetben az energiaválság hatásait kell kezelni, és hát nyilván, hogy ez hatalmas terhet ró az állam kassza hátára, ez egy hatalmas anyagi teher, azokat az intézkedéseket foganasítani, gyakorlatba ültetni, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a sérülékeny társadalmi kategóriákat megvédjük ezektől a drágulásoktól, és hát ilyen körülmények között nehezen látom azt az anyagi potenciált, vagy lehetőséget, hogy az egységes bérezési törvényt úgy lehessen alkalmazni, ahogy azt akkor, amikor a parlament elfogadta, akkor azt elképzelte. A bukaresti tüntetés résztvevői a társadalmi párbeszéd újraindítását is követelik. És ez nem egy új keletű probléma. Amikor 2011-ben az akkori Bok kormány módosította a munkatörvénykönyvet, gyakorlatilag megszűnt a kollektív munkaszerződések megkötésének kötelezettsége, ami a dolgozókat igen kiszolgáltatottá teszi. Azaz a munkáltató szinte megkötések nélkül elbocsáthatja alkalmazottait, vagy a hivatalos munkaidőn felüli feladatok elvégzésére kényszerítheti őket. A társadalmi párbeszéd törvényének módosítását, azaz a kollektív tárgyalások újraindítását azóta minden törvényhozási ciklusban megígérték a kormányzók, de mindeddig semmi nem történt a munkahelyek viszonylagos biztonságát szavatoló jogszabály elfogadásáért. Nem tudok arról, hogy parlamenti szinten ilyen jellegű beszélgetések lettek volna. Minisztériumoknál elképzelhető, hogy volt ilyen, vagy külön-külön a pártok vezetőit lehet, hogy a szakszervezeti vezetők megkeresték. Én nem tudok ilyenről is. Hát nyilván, hogy ilyen helyzetben most vagyunk, nehéz gazdasági helyzetben, akkor szükség van a társadalmi párbeszédnek a felerősítésére, megerősödésére, hiszen párbeszéddel lehet dolgokat megoldani, és hát valószínűleg, hogy ez intenzív is lesz majd a közeljövőben. Én elfogadom azt, mint mondtam, hogy olyan körülmények között, hogy tényleg az energiaárak az egekben, az élelmiszerek ára az egekben, és egy alacsonyan kereső munkavállaló az sokkal nagyobb drágulást érez, mint a 16%-os inflációs szint. Én elfogadom azt, hogy ilyen esetben nyilván elégedetlenek, és nyilván megoldásokat várnak a kormány
kormánytól. Tehát én, ha úgy tetszik, akkor jogosnak ítélem ezt az elégedetlenséget, és hát még egyszer az, hogy a szakszervezetek ezt intézményesített formába csinálják, és nem spontán, törvénytelen megmozdulások formájában, ez dicséretes. Az, hogy mit sikerül majd elérni, és hogy elindul egy párbeszéd egyrészt a szakszervezet, másrészt a kormány képviselői között, ez a jövő zenéje. A csütörtöki tüntetés az elszegényedés elleni menettel folytatódott. A megmozdulás szervezői pedig bejelentették. Ha követeléseik a közeljövőben nem teljesülnek, legközelebb 10-szer ennyien vonulnak az utcára.